Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai napon engem ért a megtiszteltetés, hogy tartsam meg a bevezetőt. Köszönöm szépen! Amikor megkaptam ezt a megtisztelő feladatot, őszintén szóval megijedtem, mivel fogalmam sem volt arról, hogy miről kellene beszélni. Őszintén szóval most sincs, úgyhogy remélem, hogy ez a nem tudom, ez át fog segíteni a következő 4 óra 20 perc nehézségeim. Úgyhogy szeretnék nektek beszélni arról, hogy a zen hogyan kapcsolódik az életemhez, a dharma hogyan segíti a mindennapjaimat. Viszont ennél a gondolatmenetnél egy picit elakadtam, mert hogyan is beszéljek úgy a zenről, a dharmáról, hogy én. Tehát ez valahogy nem fér nálam össze. Az, hogy persze tudom, így lehet róla mesélni, és így kell beszélni, hogy közérthető legyen, de hogyan mondjam azt, hogy én így és így látom, vagy én úgy és úgy látom, hiszen itt azt gyakoroljuk, hogy hogyan szüntessük meg azt, hogy én. Hogyan érjük el azt, amit az zenkörön a 180 fokkal jelölünk. Hiszen miért is vagyunk itt? Miért gyakorlunk? Mindenkinek más a célja. Mindenki más szeretne, de tulajdonképpen szerintem egyetlen egy... Szerintem. Tehát igen. Tehát a legfontosabb az, hogy járjuk az utat, járjuk az úton, és ezzel a bódhiszatvai tudattal éljük a mindennapokat. Viszont ez nem könnyű. Tehát nagyon nehéz megtenni azt, nehéz, könnyű, igen. Tehát megint ugyanoda jutottam, amit szeretnék elkerülni, de annyira akadályokkal teli, hogy nehéz. De ilyenkor, amikor nehézségekbe ütközök, emlékeztetem magam a szívszútra tanítására. Hiszen amikor nehézségek gyötörnek, akkor jó elolvasni a szívszútrát. Jó megnézni azt, hogy mi az, amit közölni szeretne velünk, mi az, amit a szívszútra mond, hiszen a legjobb benne az, hogy nem mondja meg azt, hogy mi az a pont, amit el kellene érni, inkább azt mondja, hogy mi nem az. És azáltal, hogy elmondja, hogy mi nem az, mi az, amit ne érjünk el, ezáltal világít rá arra, ami a gyakorlásunk központi eleme, a nem név és nem forma, a tiszta, tükörszerű tudatunk. Az a tiszta, tükörszerű tudat, ez az, ami mindannyiunkban közös. Mégis nagyon nehezen tudjuk azt meglátni, megérezni, megtapasztalni, hogy ez mi is valójában. Hiszen hogyan is tudnánk elmondani azt, ami szavakkal nem leírható? Amit nem lehet szóba fogni, egyszerűen csak tapasztalni kell. És a szívszútra gyönyörűsége az, hogy ezt nagyon világosan elénk tárja. Úgyhogy ha akadályt éreztek valaha is az életetekben, akkor arra bíztatlak titeket, hogy nyissátok ki az énekeskönyvet, vagy idézzétek fel magatokban egy szívszutrát, amelyben tulajdonképpen a Mahayana buddhizmus lényegi tanítása benne van. És a szívszutra felidézésével el tudjátok érni azt a tudatot, ami hozzásegít ahhoz, hogy a pillanatot tisztán, egyszerűen meg tudjuk élni. A tapasztalatok birtokában tudni fogjátok, hogy mi az, amiről most beszélni szeretnék nektek, mert milyen nehéz is. Viszont amíg nem tapasztaljátok, amíg csak olvassátok, amíg csak a kognitív tudás van, addig csak gyönyörű szavak sokasága az egész mantra. Mert addig nem lehet megtudni azt, hogy vajon miről is van ebbe szó, hiszen amint az imént is mondtam, ez nem szóba fogható. És tulajdonképpen ez a nem szóba fogható az, ami miatt itt ülünk, remélem, hogy mindannyian, és ami miatt szeretnénk járni a bódhiszatva utat. Viszont az elmúlt időszakban sokszor felmerült bennem az a kérdés, hogy oké, keressük ezt a nem tudható tudót, ezt a tiszta tükörszerű tudatot. De mi történik akkor, hogyha egyszer csak megtapasztaljuk?
akkor hogyan tudunk átlendülni a tapasztaláson? Hogyan tudjuk azt a tapasztalást a többi ember számára transformáltan közvetíteni úgy, hogy a segítségükre legyen? És ez nagyon-nagyon nehéz, hiszen hogyha ezt a teljes ürességet, vagy teli ürességet, vagy szanszkritű sunyata állapotot elérjük, akkor ott tényleg megszűnik minden. Akkor ott nincs forma, nincs üresség, ott semmi sincs, viszont az életet élni kell tovább. És az Zen gyakorlása ebben nagy segítséget ad, hiszen tényleg az egy fontos, hogy az életet pillanatról pillanatra tisztán tudjuk élni, hogy a tudatunkat tisztán tartsuk. Miért? Azért, hogy tudjunk segíteni másoknak, hogy tudjunk segíteni minden embernek, mert tulajdonképpen, hogyha megtapasztaljuk a tiszta tudatunkat, a tiszta önvalónkat, akkor rájövünk, hogy ez nem 10 000, hanem ez 1. És ez csodálatos. Úgyhogy a pillanat megélése az, ami a hétköznapokban segít tovább menni az úton. És először, hogyha nem is tudjuk, hogy ez az egész hogyan lehet mások javára, vagy saját magunk javára, hogy amikor látjuk azt, hogy az ég tényleg kék, a padló tényleg barna, és hogyha valaki szomjas, akkor inni adsz neki, akkor igazából mi végre ez az egész? Ma, amikor jöttem a templomba Budapestről, és tegnap, mikor innen mentem haza Budapestre, összesen 4-szer tapasztaltam azt, hogy a zen és a tiszta tudat az hogyan segíti a pillanatot. Mikor mész az úton, vezeted az autót, és érzed a tudatokat körülötted, és rád akarják rántani a kormányt, és a tiszta tükörszerű tudatod jelen pillanatban való tapasztalása segít abban, hogy ne történjen meg az, amit senkinek nem kívánok. Segít elkerülni a baleseteket. Segít elkerülni azt, hogy idő előtt itt hagyjuk ezt az inkarnációt, és tovább menjünk a következőbe. Úgyhogy számomra a dharma és a zen gyakorlati átültetése ez, hogy a pillanatot tisztán tartva, tisztán érezve a másikat, meg tudjuk menteni egyes esetben önmagunkat, a vétkes félt, és ezáltal tudjuk élni tovább az életünket, és tudjunk járni tovább az úton, ebben a testben. Mikor mások ülnek itt, és mások tartják a bevezetőt, akkor annyira könnyű ott lenni, ahol most ti vagytok, és várni, hogy valami csodálatosat mondjon, és lekösse a figyelmünket, és szívhez szóljon, és segítsen a gyakorlásunkban, de amikor itt ülünk, akkor bizony nem könnyű, és akkor jó tant ilyen fókusz, mert nem veszítem el így a pillanatot. Úgyhogy jó dolog ez a zen, gyakoroljátok szorgalmasan. Sokkal könnyebb lenne kommunikációs munkatársként így a templomban arról beszélni, hogy hogyan kell meditálni, mi a gyakorlat formája, hogyan csináljuk a napi rutint, hogyan vegyünk részt az elvonulásokon, milyen szabályokat tartsunk be. Sokkal könnyebb megválaszolni azokat az e-maileket, amiket írtok, mint most itt beszélni. De a meditációs instrukciók előadása az nem ide tartozik, és nem is az én tisztem ezt most elmondani. Pedig átvinne ezen a szenvedésen, amiben vagyok. Idefele tényleg végig a Szívszútrát hallgattam az autóban, és mantráztam. Úgyhogy amiről az imént beszéltem, hogy a nehézségekben segít, az valóban nálam így van. Úgyhogy nem csoda, hogy itt a templomban is naponta 3-szor elénekeljük, 2-szer magyarul, 3-szor pedig koreaiul. Habár én a szanszkrit változatot is nagyon szeretem. Szóval a Szívszútrára visszatérve, tényleg benne van minden szerintem, ami szükséges a gyakorlásunkhoz, és ami szükséges ahhoz, hogy az itt létet tisztán végigcsináljuk, és egy pozitív önmagunkkal, egy javított önmagunkkal tudjunk innen hazatérni, és tovább élni a hétköznapjainkat, az életünket. Azt kívánom nektek, hogy recitáljátok sokat a Szívszútrát, és a többi mantránkat is, ami az énekeskönyvben megtalálható,
és minden mantrát, ami éppen a szívetekhez szól, mert nem véletlenül vannak ezek a mantrák. Jó gyakorlást kívánok nektek, és remélem, hogy tényleg tudjuk járni együtt a Bodhisattva utat, és segítünk egymásnak, és magunknak is a felébredésben. Köszönöm szépen!